Apám, nem hagyhatjuk szenvedni őket. Felhalmoztunk akkora készletet, hogy ennyi emberről is gondoskodjunk. Tudod, mennyire szeretném, ha szavaid szerint cselekedhetnél. De magasabb szándék mozgat, egy nagyobb terv, amelynek részei vagyunk. Semmiképp sem változtathatunk rajta. Mivel Noé igaz ember volt, szíve a szenvedőkért dobogott, de tudta, hogy nincs más választása, mint követni az Úr parancsait. Mi történt a bárkával? Vajon arra tervezték, hogy kibírja a vízözönt? Vajon képes volt eleget tenni feladatának, hogy életeket mentsen meg? Képes volt-e egy a bárka jellegzetességeivel rendelkező vízi jármű ellenállni egy 40 napos felhőszakadásnak és épségben maradni hónapokon át a tengeren szörnyű vihar közepette? Teljesíthette-e a bárka a küldetését? Néhány tudós elutasítja a gondolatot, hogy egy Noé bárkája méretű, fából készült hajó egyáltalán tengerálló lehetett volna. Mikor a bibliai bárka tervezése és építése kerül szóba, rengeteg lényeges indok bizonyítja, hogy mindez mese. Először is, a szükséges technológia egyszerűen nem létezett. Másodszor, bármelyik modern vízijármű simán elsüllyedt volna kevésbé szörnyű időjárási körülmények között, mint az özönvíz. Nem valószínű, hogy Noé fából készült bárkája néhány óránál többet kibírt volna ilyen körülmények között. Hogy megvizsgáljuk a problémát, a bárka modelljét bevittük a haditengerészeti laboratóriumba, hogy kiderítsük, hogyan bírja a hullámokat és más behatásokat, amelyeket az óceán átlagosan erős hullámzás idején létrehoz. A bárka nem csupán tengerálló volt, hanem kivételesen stabilis. Aztán a próbatartályban 60 méter magas dagályhullámoknak megfelelő hullámzást produkáltak. A bárka ismét nem csupán tengerálló maradt, hanem páratlanul stabil. Kimutatható, hogy az egyensúly, a gravitációs erő, a hullámok ereje és a többi erő között hogyan működik abban az esetben, ha a bárka megdől. Megdől egészen 90 fokig, más szóval 0 és 90 fok között. A lovagló hatás révén úgy működik, hogy egyszerűen ismét egyensúlyi helyzetet foglal el, képtelen felborulni. Tehát úgy tűnik, hogy a bárka kiválóan megtervezett tengerjáró hajó volt, amely egy egyszerű tény miatt igen figyelemre méltó, több mint 4000 éven át soha nem építettek a Földön ennél nagyobb hajót. Megvizsgáltuk, mit árul el nekünk a Biblia Noé bárkájának építéséről. Megállapítottuk, hogy 5000 évvel ezelőtt már létezett olyan technológia, amellyel minden földi állatfaj két példányának szállítására képes hajót tudtak létrehozni. És hogy ez a hajó kibírhatta a világméretű özönvíz gigantikus hullámait. Hallottuk a szemtanúk szavait, akik azt állítják, látták a bárkát a levegőből vagy a földről. Egy fadarabot hoztak le az Ararát 13000 méteres csúcsáról, onnan, ahol nincsenek fák, és amelyről a tudósok megállapították, hogy 5000 éves. Így tehát komoly bizonyítékok támasztják alá a bibliai elbeszélést, és igazolni látszanak a tényt, hogy Noé valóban épített egy bárkát, amelyen ő, a családja és egy pár a föld minden állatából túlélte a katasztrofális árvizet. De ez a történet sokkal többről szól, mint arról a problémáról, vajon létezett-e Noé bárkája.
A történet egy igaz emberről szól, aki követte Isten parancsolatait, és végrehajtott egy gargantuai feladatot egy hihetetlen csapás árnyékában. Noé hosszú éveken át keményen dolgozott, és vállalta, hogy nevetségessé válik, de teljesítette Isten kívánságát. Olykor ma is gúnyolódással és nehézségekkel kerülünk szembe, ha Isten útját akarjuk követni. Álljunk ki következetesen a jó mellett, ahogy Noé tette? Vagy könnyedén illeszkedjünk be a körülöttünk lévő én központú kultúrába? Érdemes rajta eltöprengenünk. Ezt a sorozatot azért készítettük, hogy olyan bizonyítékokat tárjunk önök elé, melyek szerint a Szent Biblia a valóságból táplálkozik. Rekonstruált jeleneteink bibliai történeteken alapulnak, habár néhány olyan bemutatott eseményt is láthatunk, melyek nem szerepelnek a Szentírásban. A szakértők vitatott részek kapcsán kifejtett véleményéhez a Good News Network nem csatlakozik. Biblia ősi titkai. Az emberiség első egységes írásban rögzített történetét fogjuk fellapozni. Azt a könyvet, amelyet Biblia néven ismerünk. Megvizsgáljuk a Biblia néhány vitatott, ellentmondásos történetét, és igyekszünk választ adni jó pár nehéz kérdésre. Vajon a Biblia csodás események sora, amelyek célja, hogy az ember megmeneküljön a bal sorstól, a pusztulástól? Vagy pusztán legendák és mítoszok gyűjteménye, amint ezt napjaink némely biblia kritikusa állítja? A felvetődött kérdések megvitatásában mind a hitetleneket, mind a hitvédőket nemzetközileg elismert szaktekintélyek képviselték, és az eredmény sokszor meglepő, sőt, megdöbbentő. Noé bárkája. Mi történt vele? Egy magas hegytetőn Kelet-Törökországban egy gleccserbe fagyva rejtőzik távoli múltunk egyik fontos láncszeme. A beszámolók egy 5000 éves hajóról szólnak, amelyben karámok és kalitkák vannak. Önök szemtanúi lesznek, amint első ízben tárják fel a való igazságot az ősi legenda mögött Noé bárkájáról. Bemutatunk önöknek eddig sosem látott légi és műhold felvételeket, amelyek bámulatos új bizonyítékok az Ararától rejtőző titok megoldásához. Hallani fogják olyan tanúk lebilincselő beszámolóit, akik a saját szemükkel látták és lefényképezték az ősi hajót. Ez a film izgalmas információkkal szolgál azokról a kérdésekről, amelyek tudósokat, történészeket izgattak évezredek óta. Lehet, hogy az ősi legenda igaz? Ez volna Noé bárkája? Noé bárkája most ott található az Ararát hegyének csúcsán, hóval és jéggel borítva. A bárka talán a legismertebb és legvitatottabb vallásos lelet a világon. Bárkakutatók és tudósok számos komoly és megvitatásra méltó kérdést vetettek föl. Miért hiszünk azoknak, akik azt állítják, hogy látták a bárkát az Araráton, ha tucatszám indultak jól fizetett expedíciók a bárka keresésére, de üres kézzel tértek vissza? Vagy ott van, vagy nincs. Vajon azok beszámolói, akik látták a bárkát az Ararát-hegy csúcsán, csak vallási fanatikusok képzelgései? Talán mindezek csak jóhiszeműen tévedő szemtanúk beszámolói? Ha így van, mit gondoljunk az ősrégi fáról és ezen a Kopár-hegy csúcson talált leletekről?